bújtatok egymás elő. Úgy kell esik az ötletet. Látszik! Látszál! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit a színpadon, a Fortissimo zenekar. Igazán vidám a műsorra készültünk erre a csodás délutánra. A klasszikusoktól a világslágerekig minden hallhatnak ma tőlünk. Elsőként, amit említettem, Verdia idejából hangzott el egy részlet, most viszont következzék a halhatatlan zeneszerző Liszt Ferenc egyik csodálatos alkotása, amely szerintünk igazából gyönyörűen jeleníti meg a kicsit keserédes magyar lelkivilágot. Szokták mondani, hogy sírva vigad a magyar, de azért remélem, hogy sokkal inkább vigadunk, mint sírunk. Fogadják sok szeretettel. Második magyar rapszódia.
Tartosuk a Virthoz, dallamos rád következik a világ legnépszerűbb csárdása, Vittorio Montitól. Görög népdal, de szerintem nagyon-nagyon sokaknak ismerős lesz, hiszen a Taxi című film főcímdalaként igazi világhírnévre tetszett. A dal eredeti címe Mizellu. Yeah.
Most pedig következik egy olyan dal, ami igazi nyári partiba való hangulatot kelt, Mezzo Forte együttestől, a Garden Party. Az idő alatt tényleg a zene minden bugyrát bejártuk, a komoly zenétől egészen a jazzig. 2 évvel ezelőtt megalapítottuk a nagy 8 Woody Fortissimo Jazz Orchestrát, amelyen rögtön saját dalok írásába is kezdtünk. Az az igazság, hogy nem mindig voltunk biztosak abban, hogy jó úton járunk, hiszen a közönség kegyei, ami az elsősorban számítanak nekünk. De ezzel a zenekarral már megalakulásunkat követően olyan díjakat kaptunk, amely azt bizonyítja, hogy igenis van helye az intelligens zenének Magyarországon is. A Jazz Orchestrával a Jazzy dalversenyen, amely a legrangosabb magyar zenei jazz dalverseny. A Fortissimo 2 dalával is a legjobb 10 közé került, és a legfontosabb díjjal, a közönség díjjal távozhattunk kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt. Ezt nem győzzük megköszönni azoknak az értő hallgatóknak,
zeneszerető embereknek, akik veszik a fáradtságot és nyitott füllel, nyitott szívvel, nyitott lélekkel állnak mindenféle zenei stílushoz. Fogadják most sok szeretettel a Fortissimo egyik saját dalát, a címe Mali. Lágyabb hangvételű dallamok következnek, egy amerikai spirituália cím, Amazing Grace, azaz Isteni kegy. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében van olyan, amiért végtelenül hálásak lehetünk. Vannak olyan emberek, dolgok, pillanatok, emlékek, amelyek a legnagyobb bajból is kihúznak minket, amiért érdemes felegyenesednünk, az égre néznünk, és mindig, mindig tovább lépni. Amazing Grace, azaz Isteni kegy.
hogyha együtt énekelnénk ez a dal, egy magyar népdal, amely számunkra egy kicsit a béke himnusza is, hiszen mi a Fortissimo tagjaként azt halljuk, hogy sokkal fontosabb, amikor egymásra nézünk, hogy ne azt lássuk, ami elválaszt bennünket, amiben különbözünk, hanem azt, ami vitathatatlanul közös mindannyiunkban. Emberek vagyunk, testvérek vagyunk. Szeretném, hogyha ezt a dalt most együtt énekelnénk, és nagyon-nagyon messzire szállna a hangunk. Szóljon szívből, szóljon lélekből, tavaszi szél vizet áraszt.
És most szeretnék arra buzdítani mindenkit, hogy egy egészen picikét bulizzunk, latinos dallamok következnek, és hamarosan búcsúzik a Fortissimo zenekar. További nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok majd mindenkinek, de előtte még tényleg szeretnék egy utolsó hajrát kérni. A Fortissimo egyik saját dalam következik, amelyen pont 10 évvel ezelőtt Prima Primissima díjat nyertünk. Akkor a Fortissimo volt az ország legfiatalabb Prima díjas zenekara, és ezért elhoztuk ma önöknek a mi első gyermekünket. A dal címe Fortissimo, és szeretném látni a kezeket a magasban, akinek van kedve akár táncra is feldülhet. Jó lesz?
ismerettel a Fortissimo együttes, azaz a Kuna testvérek, hiszen a Fortissimo valójában négy testvérből áll. Gyula, Márton, Bence és jó magam Valéria. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmüket. További nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és reméljük még sokat találkozunk.